Szeretném megköszönni az énekarokat, az énekelését. Egyébként az örökbódát hallgatott, Béton eljutott eszembe, aki hát akkor nagy sikert volt, amikor ezt írta, és kereste, hogy melyik a legcsodálatosabb hangszer. És ezt így mondják, hogy nem szerepel éneka, kivéve a jegyzetében, amikor a textorral hirtelen a kórus. És gondolom, hogy a Béton így képzelte ezt az éneket, és énekelték. És szeretném köszönetet mondani. Először a nagyon sík női munkának eljöttek is. Egy emlékot szeretnék így látni, hogy parcot. Nagyon sok férfi van, a harmadszor vendég. Köszönöm szépen. Három mesterlenek is szeretnék megköszönni az operaseket. Házigazdáinknak a zöld kendő énekarnak is szeretnék megköszönni. A konferenciának Márkus Kintinek is szeretnék megköszönni. Még sok mindenkit tudnám felsorolni, akiket szeretném megköszönni a Stektivitek, Péter Körös elnökúrnak, és mindenkinek, aki támogatott, hogy ez a rendezvény létrejöjjön, és Igor Csadánt is szeretném megköszönni, hogy elfogadta a meghívásokat, és jelenlétével megtisztelte az ünnepünket, és egy ajánlót szeretném. Köszönöm szépen a meghívást, örömmel és szívesen jöttem. Annak ellenére, hogy a nyári kármikula gondolom sokaknak a szervezetét megviselte, az enyémet nagyon megviselte, de örömmel voltam itt, és nagyon névó, szép énekeket hallottam,
tavat egy életkor részéről. Öröm látni azt, hogy az ének összekapcsolt embereket, közösséget tud alkotni. Kérem azt, hogy továbbra is tartsanak ki az éneklésnek a szeretetében, a közösségben, az énekarnak a közösségében, és az énekünk tudja mások számára is mindig jó kedvet és előretekintést nyújtani. Jó Isten áldja a kórusokat, a minden jelenlévő, Dömösnek minden egyes alkotóját. Én a szervező zöldkendő énekkari okának szeretném néhány mondatot mondani, mégpedig először is szeretném a rendezvényház igazdájának, Felmáron Kalatyának, a mi atyáknak megköszönni nagyon sok segítséget. Akit szerintem mindenki ismer, de ha most itt a dögösieknek azt mondom, hogy a nagy havazásban kilépünk a jártára, és nincs a jártából, akkor tudjuk, hogy kinek a keze munkája, és kinek a gépe volt az, aki elbotolta a havat a házunk előtt. De mi sokkal többet köszönhetünk ennek az embernek, ő ugyanis nekünk télen, amikor prófákban befűt, reggel jön, intézi a dolgokat, gondoskodik arról, hogy meleg legyen, hogy jó helyünk legyen. És nem utolsó sorban, most már a harmadik kórus találkozott, ő főzte nekünk nagyon sok finomságot az összes kórusnak, úgyhogy én ezt szeretném elköszönni segítségével. Mi lehetne véletlenül ezzel elsak, amikor a mai találkozásnak